Közös bevándorlási reformot dolgoznak ki az Egyesült Államokban 4 republikánus és 4 demokrata szenátor. A kétpárti tervezet alapján amerikai állampolgárságot adnának az országban illegálisan élő, mintegy 11 millió embernek. A további illegális bevándorlást ugyanakkor szigorúbb határvédelemmel előznék meg. A kormány reformterveiről ma Las Vegas-i útján Barack Obama elnök is beszédet mond. Közös sajtótájékoztató jelentették be a bevándorlási törvények reformját, a tervezet kidolgozását vállaló szenátorok. A készülő törvényről keveset tudni, de várhatóan heves viták kísérik majd. Hosszú út áll előttünk, de nagy előrelépésnek tartjuk ezt a kétpárti tervezetet. Reményeink szerint március a törvény lesz belőle, amelyet legkésőbb nyár elején a szenátus is elfogad, mondta New York állam szenátora. A tavalyi választáson a republikánusok nem tudták megszólítani a spanyolajkú szavazók egyre növekvő csoportját. Most úgy tűnik, a párt kész engedményeket tenni a bevándorlás kérdésében. A jelenlegi helyzet elfogadhatatlan, és gyakorlatilag már így is amnestiát adott a bevándorlóknak. Túl sokáig nyirattuk a gyepet, hozattunk ételt, takarítattuk a házat, és őriztettük a gyerekeinket olyanokkal, akiknek közben nem hagytuk, hogy részesüljenek az országunk nyújtotta előnyökből, mondta Arizona szenátora. A kaliforniai San Diego-ban található a világ egyik legforgalmasabb határátkelője, ahol 2005-ben 50 millió ember jutott át az Egyesült Államokba. A környéken élő bevándorlók eltérően fogadták a reform hírét. A kormány régóta tervezget, mégsem történik semmi. Az emberek túl sokat vártak, és joguk van tudni, mi vár rájuk, magyarázta ez a nő. Ha mindannyian legálisan lehetünk itt, az egy nagyszerű lehetőség, amiért hálásnak kell lennünk, és be kell tartanunk a törvényeket, mondta ez a másik nő. A szigorúbb határvédelem többek szerint ugyanúgy kijátszható lesz. A rokonaim szerint hiába kemény itt az élet, otthon mégis sokkal nehezebb volt. Aki akar, akkor is ide fog jönni, a határon szigorítják az ellenőrzést, véli ez a férfi. Az utolsó átfogó bevándorlási reformot az Egyesült Államokban 1986-ban hajtották végre. A szenátus mellett most állítólag a képviselőházban is alakult egy kétpárti csoport, amely a napokban saját javaslatokkal állhat elő.